Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedben. Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordíts felém füledet, hallgass meg szavam. Óvj engem, Uram, mint szemed fényét, szárnyat árnyékában védj meg engem. Krisztusban szeretett testvéreim, köszöntelek benneteket évközi 29. vasárnapon. Olyan szép gondolatot hallunk a bevezető mise énekben, a kezdő énekben, versben. Óvj engem, Uram, mint szemed fényét, szárnyat árnyékában védj meg engem. Drága jó testvéreim, hol van? Hol vannak ezek a szárnyak? Istennek hol vannak szárnyai? Ha keresztre tekintünk, és jól látható, hogy a mi Úrunk üdvözítő, kiterjesztett üdvözítő kezei alatt ott találunk menedéket. Ezek nekünk, ezek a szárnyak, amelyet oltalmat adnak nekünk. Úgyhogy Szent Mise elején bújjunk oda a Krisztushoz, lépjünk oda a Szent Keresztjéhez, és bánjuk meg minden fölismert bűnünket. Gyónom. Mindenható Istenem, ismered testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és imasztással. Én a vétkem, én azért a boldogságos, mindenkor szerdőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Yeah.
Mindenható örök Isten, add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szívvel szolgáljunk neked, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes második könyvéből. A választott nép pusztai vándorlása idején történt. Az amaliták előre nyomultak, hogy Refidimnél megküzdjenek Izrael fiaival. Mózes így szólt Józsuéhoz: válasz ki nekünk férfiakat, és szállj harcba az amalitákkal. Én pedig holnap Isten botjával a kezemben kiállok a domb tetejére. Józsué úgy tett, ahogy Mózes parancsolta, és megütközött az amalitákkal. Mózes közben Áronnal és Húrral fölment a domb tetejére. Ameddig Mózes a kezét kitárva tartotta, az izraeliták fölényben voltak, de ha leeresztette a kezét, az amaliták jutottak fölényhez. Mózes karja végül is elfáradt. Ezért vettek egy követ, odavitték és ráültették. Áron és Húr pedig a karját tartották. Egyik az egyik oldalon, a másik oldalon. Így karja kitárva maradt napszáltáig. Józsué pedig kardélre hányta az amelitákat és hadi népüket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Oh,
Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, tarts ki amellett, amit tanultál, amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást, ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre. Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a fedésre és az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen. Kérve kérlek az Istenre és Jézus Krisztusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az ő eljövetelére és országára. Hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, incs, búzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőségnek Abban az időben példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt. Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegy asszony is. Ez elment hozzá és kérte, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában. Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver. Az Úr így szólt. Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az ember fia eljön, talál-e hitet a földön? Ezek az evangélium igéi. Áldott néked, Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim, dicsértessék a Jézus Krisztus! Egy kérdés
A mai evangéliumból erősen hatol bele a mi szíveinkbe Jézus kérdése. Azt mondja a példabeszéd végén, amikor az ember fia eljön, vajon talál-e hitet a földön? Így számunkra nem az a kérdés, ahogy dr. Varsi Balázs atya mindannyiunk talán számára ismerős az ő neve, a nagyon híres szónok, proféta, püspökatyánknak novicius mestere volt, egy ferences szerzetes. Ő mondja, nem az a kérdés, hogy eljön-e. Mi számunkra nem az a kérdés, hogy vajon Krisztus el fog-e jönni majd az idők végén, hiszen mi ezt valljuk, mi ezt tudjuk, mi ezt hiszük. Ezt imádkozunk, eljövendő dicsőségben ítélni élőket és holtakat. A kérdés az, hogy amikor eljön, talál-e hitet a földön? Ajtót nyitunk-e neki, amikor eljön és kopogtat majd? Ajtót nyitunk-e neki, amikor majd áll és szörget kint? Engedem-e? Talál-e hitet a földön, azt a hitet, amely úgy vallja meg a megváltót, mint Szent Tamás apostol, én Uram, én Istenem. A hitet, nem a hiteket, az egyetlen a hitet talál-e a földön. Ezt a hitet keresi, ami megváltunk. Fölismerjük-e mi majd Krisztust, ha jön az idők végén? Jelenések könyve szerint az utolsó napon az égen nagy jel láthatóvá válik, amelyből mindenki fölismeri, hogy elérkezett az az idő, elérkezett a világ vége, elérkezett az utolsó nap, amikor Krisztus, ahogy megígérte, ahogy Pilátus előtt megvallotta, hogy majd meglátjátok emberfiát, ahogy angyalaival az ég felhőin jön el. Drága jó testvéreim, ez a jel, amely majd feltűnik, nem más, mint keresztnek szent jele. Vajon fölismerjük-e mi azt a jelet? Vajon számít-e nekünk, fontos-e nekünk ez a drága, szent, győzedelmi jelvényünk, Krisztus Urunknak szent keresztje. Ennek a világnak a szelleme, ennek a világnak az ideológiája, ennek az időnek a romlott filozófiája, és az összes démon arra törekszik, hogy bennünk eltörölje keresztnek a jelentését, keresztnek a fontosságát. A mai világ arra törekszik, hogy hagyjuk abba a ragaszkodásunkat a kereszthez. Amikor Európában iskoláról iskolára leveszik a falakról a kereszteket, az intézményekben, stb. Nem kell sértő, bántó. Baj kezdődik akkor, amikor kereszténynek nem kell kereszt. Drága jó testvéreim, ha elfelejtjük a kereszt jelentését, ha elfelejtjük azt a ránk tekintő Krisztusunkat, aki vérzett a kereszten, nem ismerjük majd fel az idők végén azt a nagy, hatalmas jelet. Lehet, hogy látni fogjuk, de nem fogjuk ráismerni, hogy ez a mi Urunknak a jele. Ha ma járulunk Krisztus elé, és halljuk ezt a kérdést, hogy vajon találok-e hitet a földön, mit válaszolnánk neki? Egyrészt azt kellene válaszolnunk, igen, Uram. Igen, Uram, találsz hitet a földön, hiszen te megígérted, hogy az egyházat
fennmarad. Te mondtad, hogy te vagy Péter, a szikla, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Uram, találsz majd hitet, hisz bármely körülmény között szent egyházad fönnmarad, áll, szilárdan. Az apostolokra építetted. Ha rád tekintünk, Urunk, akkor azt kell válaszolnunk, igen, Uram, találsz hitet, mert megígérted, hogy fönnáll az egyházad. Ha magamra tekintek viszont, akkor félő. Bizonytalan vagyok, ha magamra nézek is az én életemre, hogy vajon Krisztus talál-e hitet a földön, amikor majd eljön. Ha magamra nézek, akkor állandóan tudatosítanom kell magamban, hogy a vallásosságom, katolikusságom, az nem határolódik csak a szentmisére való járásra. Az nem csak a templomban. A vallásosság erénye, az nincs fenntartva csak a szent falak között az embereknek. Magamra nézek, és meg kell, hogy értsem, hogy vallásos ember mindig vallásos. Minden körülmény között. Hétköznapjaiba is, ünnepkor is, mindig. A religió szó, amit magyarul vallásra fordítunk, ez azt jelenti, újra kötni, újra oda kötni, újra kötödni valakihez. Drágújú testvéreim, igenis, ragaszkodnunk kell Krisztushoz. Kapaszkodnunk kell Krisztus szent keresztjébe. Állandóan meg kell térnünk. Ez a religió azt jelenti, hogy újra kötni. Amikor az ember vétkezik, akkor a bűn azt csinál az emberrel, mint amikor valamit leszeretnénk tépni a ruhánkról, és akkor eltépünk az anyagot, minden folt lesz, vagy luk lesz rajta, cérnák, stb., és milyen nehéz majd úgy bevarni azt a szép ruhát, hogy ne látszódjék. A bűn ezt csinál velünk, hogy Krisztus keresztjétől kiragad bennünket. Szeretne, hogy távozunk tőle. És egyetlen egy szűvőmester van, aki ezt a hibát megjavíthatja a lelkünk ruháján, aki ezeket a foltokat rendbe hozhatja, a szálakat, minden annyira, hogy észrevehetetlen lesz. Drága Urunk, a Szent Gyónás szentségében. Vallásos embernek tehát állandó oda kötődés, visszakötődés Krisztushoz. Ha egy picit is elhajlottam a kereszttől, egy picit is másútra léptem, rögtön újra megint Krisztushoz kötődni. Ez a religió, ez a vallás. Állandó megtérés, állandó visszatérés. Oda, ahonnan üdvösségünk forrása van. Krisztus szentséges keresztje alá. Vissza az Úrhoz. A keresztény életünk egy küzdelem. Az első olvasmányban hallottunk, drága jó testvérém, ahogy izraeliták, az amalekiták ellen küzdenek. Mi sok mindennel küzdünk ebben a világban. Ahogy Szent Pál apostol mondta, a hatalmasságok, a démonok, a gonosz szellemek, erők ellen küzdünk nap, mint nap. Az izraeliták küzdelmében Mózes föltárta kezeit, és izraeliták győztek. Ahogy elfáradt és engedte lefelé a kezét, akkor veszíteni kezdtek. Mit csináltak? Segítettek Mózesnek, leültették, és halljuk, tartják a kezeit, hogy ne engedj el, hogy győzön a nép. Drága jó testvérim, nekünk ilyen új Mózeshez kell folyamodnunk. Drága Urunkhoz, a keresztre feszített üdvözítünkhöz, aki szintén kitárta kezeit. Csak hogy ennek az új Mózesnek, Krisztus Urunknak nincs szüksége arra, hogy bárki is
segítsen neki kezeit föntartani. Ő az egyedüli megváltó, ő az üdvözítő, és jó szilárdan tartja kezeit a kereszten. Azért és arra, hogy a népe győzzön a bűn felett. Hogy a népe elérje az üdvösséget, győzelmet arasson a halál fölött. Drága ő testvéreim, oda kell szaladnunk, oda kell járulnunk Krisztus keresztjéhez, hiszen mint az énekünkben, amit éneklünk, a keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat. Így van a mi életünkben. Oda kell vissza kötődnünk Krisztushoz, állandóan az ő szent lábainál, mint szűzanya a Golgotán, mint János apostol, állandóan ott kell lennünk, hogy halljuk, hogy mit kérdez tőlünk. És ha ott leszünk mi a Golgotán, akkor újra megkérdez bennünket, hogy találok-e hitet a földön. Akkor már tudok neki válaszolni, Uram, igen. Mivel kötődök, ragaszkodok hozzád, találsz hitet a földön, ha majd eljössz. Drága jó testvéreim, talál-e hitet a földön, ami Urunk tőlünk is függ, ami életünkkel ragaszkodunk hozzá, ami életünkkel járulunk oda, ami életünkkel teszünk tanúságot a hitről. Ha bennem él ez a hit, ha én ezt a hitet nem szavakban, hanem életpéldámmal átadtam gyermekeimnek, ha átadtam unokáimnak, ha az életpéldám vonzó volt a számukra, hogy nem csak vasárnap puszta törvényből járunk templomba, hanem azért gyermekem, azért unokám, mert mi szükségünk, nekünk szükségünk van erre az üdvösségre. Nekünk szükségünk van Urunkra, mert nélküle nem tudunk létezni. Nem azért, mert kötelező. Nem azért, drága gyermekem. Azért, mert nélküle nem tudunk élni. Azért megyünk templomba. Ha mi ezt a hitet tovább adjuk a gyermekeinknek, unokáinknak, akkor valóban talál hitet a földön mi Urunk, amikor majd eljön. Drága jó testvéreim, figyeljük meg, mit adunk gyermekeinknek, mit adunk unokáinknak. Valóban hitet, valóban Isten szeretetet, valóban Istenhez vezetjük őket. Sose felejtem el, amikor drága nagymamám, amikor fejeztem az iskolát, nem kaptam mást. Nem kaptam egy új mobiltelefont, egy számítógépet, vagy nem tudom, valami zongorát, mert szerettem azért játszani. Nem kaptam semmi egyebet, de drága jó nagymamámtól kaptam keresztet. Azt a keresztet mind a mai napig őrzöm, és valószínű, hogy akármilyen fekete lesz a sok forgatást, vagy sokat fogdossam kezeimmel, imádkoztam, stb. De az a kereszt biztos, hogy egész életemen átvezet is, és az a hit mozzanat, amit az én nagymamám oda beletett abba az ajándékba, az biztos, hogy elkísér szeretete. Az ő szeretete Krisztus felé, és az én szeretetemet is nagyobbítani fogja. Késztetni fogja az, hogy lángoljon, ahányszor csak kiveszem azt a keresztet, vagy veszem kezeimbe. Mit adunk, drága jó testvérem, gyermekeinknek? Rajtunk tehát is múlik, hogy majd amikor Krisztus megjelenik, fölismerjük-e. Drága jó testvéreim, nehéz ez az élet, nehéz a küzdelem, de ha mi Urunknak szent keresztje áll, győzni fogunk. Sok megpróbáltatáson kell átmennünk ahhoz, hogy az üdvösséget elnyerjük. És addig küzdve csak azt mondhatunk, és azt kiáltunk, ami drága Urunk felé, amit a mai mise bevezető szövegében hallottunk. Szárnyait oltalmában rejts el engem, Uram. Amen. Hiszek egy Istenben, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten.
mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberé lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és hirdetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, aki lépni imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, Isten meghallgat minket, ha álhatatosan kérjük tőle a Szent Lelket magunknak és embertársainknak. Imádkozzunk tehát nagy bizalommal. Szent Atyánk, főpásztoraink, papságunk és a szerzetesek a Szent Lélek kegyelmével hűségesen teljesítsék hivatásukat. Kérünk téged, hallgass meg minket! A népek vezetői kövessék a lélek indítatásait, hogy így az egész emberiségnek része legyen a béke áldásába. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk még ezen Szent Mise áldozatban ifjabb Bodai Lászlóért és családjáért, aki az örök zöld tujákot adományozta egyházközségünknek. Látok, milyen szép lett az udvarunk. Kérjük Urunkat, hogy minden szükséges mennyei és földi kegyelemben áldja meg jótevünket és a családját. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk még Mária nővérünk felgyógyulásáért. Kérünk téged, hallgass meg minket! Végül pedig könyörögünk elhunytakért, elhunyt Anna és Ferenc, Mária, Mihály, Iván és elhunyt Liliana lelki üdvéért. Kérünk téged, hallgass meg minket! Töltsd el, Urunk, bizalommal lelkünket, hogy téged álhatatosan kérjünk, és aggodalmaskodás nélkül szolgáljunk neked, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvérem, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szanyaszent Egyház javára. Kérünk, Istenünk, add, hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzunk eléd, kegyelmed segítségével tisztítson meg minket ez az áldozat, amelyet bemutatunk neked, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! És a lelkedet! Emeljünk föl szívünket! Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ki megszánva a tévegű embert világra született a Szent Szűztől, majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból örök életet ajándékozott nékünk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
ime hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, ki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolokkal, boldog Romzsa Tódor püspökvértanúval és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Él az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit,
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Az ember fia azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. Könyörögjünk!
Kérünk Istenünk, gazdagíts bennünket, mennyei ajándékot gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, egy hirdetni való kimarad, illetve megköszönni való, tényleg a mi adakozóinknak hálás szívvel köszönjük, hogy ilyen szépen néz ki most a templom, udvarunk. Szolgáljon ez a nagy adomány Isten nagyobb dicsőségére, és fizesse meg, ilyen szépen díszítik az ő házát, az ő hajlékát, és Isten fizesse meg nagy szívűségüket. Valamint egy adakozó van, aki 50 eurót, hogy emlékszem, ajándékozott egyház községünk számára. Szintén kérjük Urunkat, hogy adja vissza bőségesen nekik mindenféle szükséges kegyelemmel. Áldott szép vasárnapot kívánok testvéreknek! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ér, menjetek békével.